Szeretettel köszöntök mindenkit. A házasság hete csütörtöki nyitó alkalmán a 36. Zsoltárt olvastam. Most nem olvasom fel az első Zsoltárt. Kétféle sodrásról volt a Zsoltárban szó. Csupán a Zsoltár 10. versét olvasom ma. Uram, nálad van az élet forrása. A te világosságod által látunk világosságot. Mi itt a dalföldön nem vagyunk hozzászokva a sodráshoz. A hegyi patakok egy kicsit messzibb vannak. A tócó az kicsit csendesen csörgedezik. Észre se vesszük, nem látjuk, nem halljuk. Aztán jellemeznek bennünket úgy, hogy a maradandóság városa vagyunk, ami egy pozitív jelző. De mégis most szeretnék emlékeztetni az igére, amikor is a Zsoltáros azt mondja, hogy nálad van az élet forrása. Ahol forrás van, ott valahol csörgedezésnek is kell lenni. Vagy nagyobb lendülettel, vagy kisebb tempóban, de valahol mozog. Van valami sodrása. A házasság hete országos témája éltető sodrás. Éltető sodrásban. Úgyhogy itt az Alföldön engedjük, hogy sodrásba kerüljünk, mégpedig olyan sodrásba, amely sodrásnak az eredője, a forrása az Úr, ahogy a Zsoltáros mondta, nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Ezzel az igével a mai alkalmat is megnyitom, és a mai alkalom vezetőjét, előadóját, és majd akiket maga mellé szólít, szeretettel köszöntjük dr. Németh Áron, és kérlek, hogy vedd át a helyén. Áldás békesség, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy bár teljesen biztos, hogy nem tudok újat mondani ebben a témában, de mégis igyekeztem összeszedni a gondolataimat az éltető sodrásról, mert talán nem is ez a cél, hogy itt most újat mondjunk, hanem hogy együtt gondolkodjunk a házasságról, házasságainkról, vagy leendő házasságokról. És még mielőtt hozzákezdenek, egy nagyon rövid imádságra csendesedjünk el. Felséges Isten, köszönöm neked azt, hogy időt és alkalmat teremtettél arra, hogy a házasságról beszéljünk, gondolkodjunk, arról az intézményről, amelyel megajándékoztad az emberiséget, hogy tényleg boldogan tudjunk élni párban előtted. Hálát adunk azért, hogy már sokatnak megadtad ezt a boldogságot. Hálát adunk azért, hogy sokatnak elkészíted. És téged kérünk, hogy áld meg ezeket a kapcsolatokat, áld meg a házasságainkat, hogy belőle táplálkozó újra tettő sodrássá legyenek. Amen. Amikor elkezdtem készülni ezzel a témával, ezzel a címmel, ezt nem így csinálom. Akkor készítettem egy nem reprezentatív, nem hivatalosan, egy egészen spontán felmérés, hogy kinek mi jut eszébe a sodrásról. Akik úgy elénk kerültek a teológián, azokat megkérdeztem, hogy na mégis mire gondolsz, azt mondom, hogy sodrás és sodródás. Voltak ilyen semleges válaszok, hogy víz, vagy tenger, vagy folyó, de nagyon sokan voltak, akik kifejezetten ami rosszra gondoltak. A tehetetlenségre, a kontroll nélküliségre, a passzivitásra, vagy céltalanságra. Van, aki azt mondja, hogy fuldoklás jut eszébe a sodrásról. Vagyis nagyon úgy tűnt, hogy sokak fejében a sodrás az inkább valami életellenes dolog. És létezik is egy nagyon régi, állítólag kínai mondás, ami azt mondja, hogy csak a döglött hal úszik az árral, és értjük is, hogy miről szól ez, hogy az életnek az a jele, hogyha tudunk szembe menni a minket
erőkkel, tudjuk a mi akaratunkat érvényesíteni más akaratokkal szemben. Tehát sodródni életellenes, ellenállni a sodrásnak, az meg valami, ami az élettel összefügg. Hát olyan sodródás élménye talán mindenkinek van, amikor azt éreztük, hogy sodródunk, mert tehetetlenek vagyunk. Mert valamit hoz az élet, amiben belekerülünk, belecsöppenünk, valahogy a hátára vesz minket az élet, és visszcipel, és csak annyit tudunk tenni, hogy valahogy beleilleszkedünk, hogy próbáljuk magunknak kitaposni azt az utat, amit ezen a sodráson belül ki lehet taposni. Sodrás, amikor csak úgy megtörténnek velünk a dolgok, amikor talán kiszámíthatatlan helyzetekbe is kerülünk, amikor tehetetlennek érezzük magunkat, amikor összecsapnak a fejünk felett a hullámok, ahogyan ezt sokszor bibliai szerzők is megfogalmazzák, hogy elönt az ár, elsodor magával a víz, nem tudok menekülni, elborított engem, rohanópatok elárasztott, elmerültem. Talán olyan érzések ezek, amelyek ismerősek mi számunkra is. Szerintem egy nagyon direkt példa, amit biztosan mindannyian egy kicsit ilyen sodrásként élünk meg, az élet sodrásaként, az, hogy egyszerűen múlik az idő, és nem tudunk vele mit tenni. Nem tudjuk az időkerekét visszafordítani, néha akarjuk, mert rájövünk, hogy csináltunk valami butaságot, és jóvá tennénk, de nem tudjuk visszafordítani az időkerekét, nem tudjuk lassítani, nem tudjuk gyorsítani, nem az csak úgy halad, csak sodródni tudunk vele. És természetesen az életnek ez a sodrás, az idő múlása pedig folyamatosan kitermeli a maga feszültségeit, problémáit, kríziseit akár. Gondoljunk elszalasztott lehetőségekre, vagy hogy megjelennek az őszhajszálak, vagy hogy elveszítünk szülőket, vagy hogy kirepülnek a gyerekek. Az én feleségem már most el tud pityeregni azon, hogy a gyerekeink egyszer ki fognak repülni, mert tényleg erre sodor bennünket az élet, vagy amikor betegségek jönnek. Tehát szép dolog az, hogy összejövünk, és látjuk, hogy milyen jó lesz az, de amikor belekerünk az élet sodrásába, akkor bizony azt érezzük, hogy nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű az élet. Ez egy valós jelenség tehát, de az éltető sodrás, amiről ebben a címben, amit itt a házasság hete idei programjában központilag kaptunk, ez nyilván nem erről a sodrásról szól. Az élet sodrása, meg az éltető sodrás, az bizonyára nem ugyanaz a dolog. Ez két különböző történés, két különböző sodrás. Ezt a kettőt el kell valahogy választani egymástól. Az éltető sodrásnak úgy van köze az élethez, hogy az életet támogatja, az életet segíti, az életre visz, életed ad, valami előrevívő pozitív dolog. Még az is lehet, hogy az éltető sodrás az éppen az, amikor az élet sodrásával szembe tudunk menni. Vagy az élet sodrását egy pillanatra ki tudjuk kapcsolni, és valami olyannak átadni magunknak, amire azt mondjuk, hogy jó férnek lenni, vagy jó feleségnek lenni, vagy hogy nagyon boldog vagyok, vagy hogy szeretném ezt a pillanatot végtelenné tenni. Amikor azon gondolkodtam, hogy mi is ennek a sodrásnak milyen pozitív olvasata lehet, akkor rátaláltam egy pszichológusra, aki egyébként elég népszerű manapság, úgyhogy feltételezem, hogy sokan hallottak már róla, vagy ismerik a nevét. Csíkszentmihályi Mihályról van szó. Szabad egy közvéleménykutatást kérnem? Ki az, aki már hallotta ezt a nevet? Nagyon jó sokan. Ki az, aki már olvasott tőle könyvet? Valamivel kevesebb, de még mindig vannak páran. Ugye egy magyar származású, de Amerikában tevékeny pszichológusról van szó. Azért mertem őt idehozni, mert ő kifejezetten pozitív kategóriaként használja ezt a kifejezést, hogy sodrás, vagy áramlás. Nála ez semmi esetre sem valami negatív dolog, hanem éppen olyan élményeket nevez áramlat élménynek, vagy sodrás élménynek,
amikor az ember belefeledkezik valamit, amit éppen tesz, és végtelenül boldognak érzi magát. És azt mondja, hogy minél többször fordul elő az emberrel ilyen típusú élmény, ezek nem hosszantartó élmények, valamikor csak egy pillanat az egész, amikor belefeledkezünk valamibe, belemerülünk, sodródunk azzal, amit csinálunk ebben a pozitív értelemben. Ezek ideig, óráig való dolgok, de időnként, ha átéri az ember, akkor úgy érzi, hogy van az életének értelme, hogy boldog. Ezt ő úgy mérte egyébként, hogy készített rengeteg interjút, legalább 8000-re, amikor ilyen élmények után kutatott az emberek életében. Kiderült, hogy például a képzőművészek, amikor alkotnak, akkor sokszor ilyet élnek át, szinte extatikus állapotba kerülnek, és fordulnak az alkotással, az alkotás közben, a sportolók, amikor mindent beleadnak, és működik a dolog, és érzik, hogy nyerni fognak, meg aztán vissza is kapják a visszaigazolást, mindig győztek is, akkor gyakoriak az ilyen sodrás élmények, vagy áramlás élmények, mondja ő, ez a pszichológus, de hozzáteszi, hogy előfordulhat ez akár egészen monoton, ilyen futószalag mellett végzett munka közben is, hogy valaki ilyen áramlat élményt él át, vagy, és itt tudunk kapcsolódni is ehhez a gondolathoz, vagy a családi életben és a házas életben is előfordulhat az emberrel, hogy egy-egy élménybe, tevékenységbe, családi program, a házastársal való program úgy bele tud merülni, úgy át tudja magát adni, hogy azt érzi, hogy ez egy flow élmény, ez egy áramlat élmény. Boldog vagyok. Röviden így fogalmazhatnám meg. Én nem vagyok pszichológus, tehát én ezt teljesen laikusként olvasom ezeket a könyveket, gondolatokat, úgyhogy nem is úgy akarom ezt applikálni, mint pszichológus, hanem éppen ellenkező, mint teológus, vagy mint lelkész, próbálom megtalálni, hogy van ennek helye a keresztény házasságban. És arra jutottam, hogy igen, beszélhetünk élményszerű házasságról, meg beszélhetünk élményszerű kereszténységről is, ennél fogva beszélhetünk élményszerű keresztény házasságról is, amiben ez az áramlás, ez a sodrás átélhető. Miért lehet élményszerű egy házasság, egy párkapcsolat? Szerintem elég, hogyha mindenki visszagondol arra, amit talán sokan átéltünk, az udvarlási büszk, amikor szerelembe esik az ember. Ez tipikusan ilyen élmény. Vagy amikor az esküvő napja is ilyen önfelett boldog nap tud lenni. Edittel valamikor azért nézegetünk újra képeket az esküvőnkről, mert már nem emlékszünk, hogy mi volt akkor, meg ki volt ott, mert annyira átadtuk magunkat annak az élménynek. Egy sodrás volt az egész, úgy a tér és idő valahogy így összefolyik. Ezt talán sokan átéltük. Vagy később, amikor a házaspárból szülőpár lesz, és a gyermeküket először a kezükbe fogják, az is egy nagy sodrás élmény, amikor nem is tudom hány óra van, és szeretném, ha örökké tartana az a pillanat. De úgy tűnik, hogy nem csak a házas élet önmagában lehet egy olyan keret, amiben ilyen nagyon boldog pillanatok élhetőek át, hanem a keresztény élet is sok ilyet kínál. A megtérés élménye például, vagy spirituális élmények a gyülekezetben. Akár egy táborgyertje, egy imaközösség, amiben úgy bele tudunk vonulni, hogy nem csak passzív élvezői vagyunk, hanem tényleg alkotói vagyunk egy közösségnek. Keresztény ember az azért is tud boldog lenni, mert egyszerűen van perspektívája, van jövőképe, mivel bízik Istenben, hiszi a megváltást, hiszi az örök életet, olyan reménysége, olyan muníciója, olyan jövőképe lehet, ami célt ad az életének, és ebben ő tud boldog lenni. És akár még mély pontokon is tudja azt mondani, hogy igen, én boldog ember vagyok, csak azért, mert keresztény ember vagyok.
És a keresztény házasságban ez a kettő, ez talán valahol össze tud élni. Tehát a házasságnak a boldog pillanatai, meg a keresztény életnek a boldog pillanatai összegződnek akkor, amikor keresztényként élünk házasságban. Ez a cím, amit kaptunk, itt a folyóra, a patakra asszociálunk elsősorban, a szivárványnak is ez szerepel a címlapján. A sodrás, akkor igen, folyó, valami mozgó víz. A folyó képe mentén én három olyan dolgot akarok kiemelni, és röviden beszélni ezekről, amiről úgy gondolom, hogy a sodrásnak alapvető feltételei. Az éltető sodrásnak, vagy éltető házasságnak, ha úgy tetszik. Az egyik az, hogy mozgási energiája van a sodrásnak, hogy van egy iránya, a harmadik pedig az, hogy van egy meder, amiben mindez történik. Tehát a mozgás, az irány és a meder. A mozgással kapcsolatban olyan dolgokat tudnék elmondani, amiről már sokszor volt szó, csak felelevenítem azt, amikor arról beszélgettünk, meg beszéltünk már korábbi házassághete alkalmakon, hogy a házasságon dolgozni kell, abba energiát kell belefektetni. Csak akkor mozog, ha mozgatjuk. Amikor az élet sodrásáról beszéltem már, vagy gondolkodunk, abban tényleg a kétlenséget, vagy a passzivitást érezzük. De amikor éltető sodrásról van szó, akkor az a mi részünkről valami aktív cselekvést kell, hogy jelentsen. Erről egyébként éppen ez a pszichológus is ír. Nagyon érdekes, amikor olyan tevékenységet hasonlít össze, amit az emberek hobbiként tűznek, és azt gondolnák, hogy igen, boldoggá teszi őket, hogy például egyik oldalon a tévénézés vagy könyvolvasás, másik oldalon meg mondjuk a sport, és az derül ki, hogy amikor az ember tévét néz, vagy könyvet olvas, akkor mivel passzív igazából, tehát ő maga nem ténykedik, csak élvezi a művet, amit lát, vagy olvas, nem tud annyira boldog lenni az ő kimutatása szerint, mint aki fut, vagy aki biciklizik. Mert azért tesz rengeteget, azért izzad, azért dolgozik, azért küzd, azért mozog. Amikor a házasságról beszélünk úgy, mint éltető sodrásról, akkor is úgy gondolom, hogy ez fontos dolog, hogy energiát kell belefektetni. És ettől még nem fog mindig egyformaképpen sodródni, mert valamikor csak csörget, valamikor hömpölyög, és lehet, hogy sok hordalékot is visz magával, valamikor zuhan, mint egy vízesés, vagy zúg, mint valami friss hegyi patak. Ezek, ahogy egy folyó mozgásában és különböző szakaszokon különbözőképpen alakulhatnak, gondolom a házasság felé is így lehet. Ezért beszéltünk már szintén egy korábbi házassághete alkalmával, a hullámzó házasságról. Ha visszaemlékszünk, ott az évszakok képe volt az a metafora, amiben megláthattuk, hogy igen, van a házasságnak tavasza, de van ősze is. Vagy van nyara, amikor gyümölcsterem, van tél, amikor siválság, van kopárság. Talán ehhez hasonlít ez a másik modell, amikor egy folyó mentén képzeljük el ugyanezt, hogy néha kevésbé intenzív, néha nagyon intenzív, de semmi esetre nem egyenletes. Ami viszont fontos, hogy nem álló víz, tehát bármelyikre nézünk, a házasság nem jacuzzi, amelyik belejönünk, és akkor jól érezzük magunkat, hanem árad és sodor. Vannak persze közben olyan veszélyek, amire jó odafigyelni. Mert van, hogy az éltető sodrás vagy nem éltető igazán, vagy pedig nem sodrás. Itt két olyan képet hoztam, amelyek a folyókhoz is van köze. Nem éltető, amikor valami megmérgezi. Itt olyanra gondoltam, hogy persze beletesszük a házasságunkba az energiát, dolgozunk rajta, de dolgozunk sok máson is az életünk során. Például a gyereknevelés, ami nem kifejezetten a házassággondozás, ez egy másik terület, vannak kapcsolódási pontok, hát oda is jó sok energiát kell fektetni. Vagy a munkavilág, a karrierépítés, és lehetne hosszan sorolni, a hobbinknak az űzése. Tehát sok helyre rakunk energiát, sok mindent tartunk mozgásban, a házasság az csak az egyik. És
akkor lehet mérgező dolog a házasságra nézve ez, a, ez az energiabefektetés, hogyha valahol az arányok eltúlnak, ha máshová. Túl sokat a házasságunkba, túl keveset fektetek, mert a házasságunkba akkor belekerül valami olyan feszültség, olyan méreg anyag, ami talán nem végletes, talán nem kritikus, vagy nem jelenti a házasság krízisét, de kell idő, amíg kitisztul. Itt a folyók azok tudnak öntisztulni, valamelyik gyorsabban, valamelyik lassabban. Ami viszont kritikus lehet, amikor a sodrás már megszűnik. Ezt mint végletes példa hoztam, amikor megszűnik a mozgás, amikor megszűnik az élet a házasságban. Talán amikor a szeretet hiányt diagnosztizáljuk, vagy az elhidegülést, egész egyszerűen nincsenek életjelei a házasságnak. Ez talán igen egy ilyen kiszáradt medelhez hasonlít, amiben már nem mozog a víz, egyáltalán nincs víz. Láttam egy képet, amikor kerestem képanyagot, hogy Afrikában egy ilyen kiszáradt mederbe megjelent egy pici halvány ér, egy kis víz, hogy azért lehet, hogy még ez sem a vég eredmény, tehát még innen is van visszaút, hogy újra megtelhet az a kiszáradt meder. A másik fontos dolog az az irány. A házasság is valahonnan valahová tart, ahogyan az élet is valahonnan valahová tart, csak ezt nem mindig fogalmazzuk meg egy konkrét cél formájában. Gyülekezeten belül biztos sokak számára ismerős Rick Warrennek a neve, aki például a gyülekezet építés kapcsán a céltudatos gyülekezetről beszél, vagy a keresztény élet kapcsán a céltudatos életről beszél. Hát a házasság kapcsán úgy gondolom, hogy beszélhetünk a céltudatos házasságról is. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy kanyarog, tehát ez nem egy ilyen egyenes vonalú, egyenletes mozgás, ez igenis hullámzó, ez igenis kanyarokkal teli, de van egy kitűzött cél, ami felé haladni akar. Amikor például Csíkszentmihályi is az áramlás élménnyel foglalkozik, és azt mondja, hogy ez nem gombnyomásra működik, hogy én most boldog akarok lenni, vagy én most lebegni akarok, hanem ez úgy működik, hogy megteremthetünk bizonyos feltételeket, amiben az esélye megnő annak, hogy ilyen önfelett pillanatokat élünk át, és az egyik, amivel ezt az esélyt meg tudjuk teremteni, a konkrét célok kitűzése. És miért is ne lehetne a házasságban is konkrét célokat kitűzni? Hát legalább azt a hosszú távú célt, amit a Szentírásból is ismerünk, hogy a házasság az azért van, hogy a házasság egymást kiteljesítsék, veled vagyok teljes, illetve hogy ebben a teljességben, ebben a szeretet kapcsolatban úgy válik méltó módon Isten képmásával a Földön, mint házaspár, hogy az ő dicsőségét szolgáljuk ezzel. Ez egy távlati cél, ezt egész életen át magunk előtt kell látni, és ez alá lehet rendelni azt hiszem sok kis, rövid távú cél. Mi Edittel most ezt gyakoroljuk, hogy havonta kötelezően egy rendezvút beiktatunk. Most többre nem volt lehetőségünk, de ezt a havi egyet ezt tudjuk tartani. És már előre gondolkodunk azon, hogy mi lesz márciusban, vagy később. Mert úgy gondolom, hogy ezért dolgozni, hogy az létrejöjjön, meg aztán örülni annak, hogy létrejött. Meg az a tényleg egymásnak szentelt néhány óra, amikor a gyerekeket lepasszoljuk, mert ez is hozzátartozik, akkor tényleg átélünk valamilyen áramlásért, hogy de jó házastársaknak lenni. A Szentírás azt tanítja az emberről, hogy céltévesztetten születik. Lehet, hogy bűnösnek születik. Nem akarok héber órát tartani, bár szívesen teszem általában, de a héber nyelvben a bűn sok kifejezések közül az egyik, tehát az egyik leggyakoribb bűnfogalom az éppen ezt jelenti, hogy a céltévesztettség, amikor egy íjász felhúzza az íjat, lő, és valami nagyon mellé megy. Ez a bűnnek az egyik kifejezése az Ószövetségben. És az ember így születik, mint hogyha felhúzták volna
és akkor kilövi csak rossz irányba. De tudjuk, mert Krisztusban megismertük azt a lehetőséget, hogy hol lehet mégis cél irányba állni, és az üdvösség felé haladni, és az élet felé haladni. És amikor a házasságunkat terelgetjük, a házasságunk célját határozzuk meg, akkor ez lehet egy nagyon fontos kapaszkodó. És persze vannak egyéni célok, tehát a házastársaknak külön-külön is, az sem hátrányos, hogyha a közös céloknak alárendel, vagy azok mellett egymás egyéni céljaiban is támogatólag állunk egymás mellett. Igen, ez csak egy felvillantás annak, hogy jó, hogyha vannak célja, jó, hogyha mindig látjuk magunk előtt, de arra persze fel kell készülni, hogy az élet sodrása miatt valószínűleg nem minden úgy fog alakulni, ahogy mi ezt elképzeltük, hanem lesznek ott egyéb kanyarok, gödrök és akadályok, de akkor a célt azt még látjuk, hogy hova kell eljutni. Veszély az, hogyha egy folyónak nincsen cél, mert azt úgy hívjuk, hogy holtág, abban sincsen sodrás, abban sincsen célja. Ha a cél nélküli házasság nem is holt házasság, de biztos, hogy lehetőleg fejebb olyan élhető házasság, ahol tehát nincs baj, vagy nincs krízis, így el vagyunk, de nincs megfogalmazva, hogy akkor hova is tartunk, vagy miért vagyunk mi egymás mellett. És emiatt nincs is talán igazi sodrás. Végül pedig a mederről szeretnék még néhány gondolatot elmondani, úgy gondolom, hogy ez is feltétel annak, hogy sodrás legyen, hogy életetés sodrás legyen. A meder, ez összefügg a célirányossággal is. Hát mi tartja mederben a házasságot? Ez lehet a kérdés, hogy mi tartja mederben a keresztény házasságot? Miért beszélünk egyáltalán mederről? Hát azért, mert a házasság egy szövetségnek vannak keretei. Igen, mondok valakire, ezzel együtt nemet mondok sok mindenki másra. Keretet ad a szexualitásnak, keretet ad a családalapításnak, keretet ad a meghittségnek, az intimitásnak, és hosszan lehetne sorolni. Már az ókori ember is egyébként meg tudta azt fogalmazni, hogy a keretek, az ilyen típusú kötöttségek, a szabályok, azok valójában nem a szabadság végét jelentik, hanem a szabadság lehetőségét biztosítják az ember számára. A házasság kerete is erre jók, hogy a házasságban felszabadulni, csak úgy lehet, hogyha a házasság kereteit betartjuk, különben parttalan az egész, és az sok minden csak nem szabadság, vagy nem sodrás. Mert hogy meder nélkül nincsen sodrás. Mi adja a medret? Mi tartja mederben a házasságot? Itt is három dolgot gondoltam megemlíteni. Mederben maradni egyrészt a házastárs segítségével lehet, úgy gondolom. Mert hogy a házastársak egymásnak a kontrolljai. Hát ezzel kapcsolatban elég sok tapasztalatom van, mert mondjuk a magam életével kapcsolatban, például a munkába bele tudom vetni magam, és ott a flow élménynek átadni magam, az gyakran menne a család rovására, vagy a házasság rovására, ha nem lenne mellettem egy kontroll, aki mederben tartja a házasságunkat ilyen esetekben. És ezért hálás vagyok, mert a hozzáillő segítő társad én esetemben valószínűleg az, ilyenkor szól, hogy talán most már be kéne csukni a könyvet, és megfürdetni a gyerekeket, hogy leülnek, beszélgetni kicsit. Hogy jobban boldogulni kettő, mint egy, mondja a Szentírás. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást, ezt olvassuk ugye a Prédikátor könyvében, mondom, ez is erről szól, hogy egymást tartják talpon, egymást tartják mederben a házastársak. Ide tartozik például az is, hogy a házastársak kommunikációja, ahogyan beszélnek egymással, ahogyan meg tudnak bocsátani egymásnak, ahogyan elmondják egymásnak, hogy mit éreznek, milyen igényeik vannak. Ez a fajta kommunikáció gondolom mindenképpen arra is szolgál, hogy mederben maradjon egy házasság. A másik ilyen fontos dolog, mederben maradni Isten igényének a segítségével lehet, végsősorban Istennel, magával,
megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van, te nálad örökké tart gyönyörűség, jobbodom, ezt a Zsoltárok könyvében olvassuk, vagy lehet még más igét is mondani, amit eléd adtam az élet útját, és eléd adtam a halál útját, válaszd az életet, mondja az Isten a Mózes 5. könyvében. Tehát, hogy a Szentírásból nagyon sok olyan utasítást kapunk, ami mederben tartja a keresztény ember életét, az emberét, az a keresztény házasság tagjainak, a keresztény házastársaknak az életét. Az ige ahhoz segített hozzá, hogy a bátorításával, a vigasztalásával például megerősít a céljainkban, és emiatt lesz értető az a sodrás, vagy éppen rávezet a hibáimra, és akkor megtud valamilyen veszélytől, ami esetleg az életek is sodrás útjában állhat. És segítség lehet a mederben maradásnál a felebarát, ez egy ilyen nagy átfogó kategória, ez alatt értem azt a külső kontrollt, ami a tágabb család, a baráti kör, a gyülekezet, a keresztény testvérek, vagy a keresztény testvér által írt könyv, vagy a keresztény testvér által rendezett film, ami, vagy a keresztény testvér által rendezett házasság hete program, ami segít abban, hogy mederbe maradjon a házasság, mert egy inspiráló közeget, egy bátorító közeget, instrukciókat, intő visszasatolást jelentenek, hogy abban a mederben maradjanak, amiben az életető sodrás megvalósulhat. Nyilván lehet szakember is például egy ilyen külső kontroll, külső segítség, ha már olyan végletes fenyegetettsége van ennek a sodrásnak, hogy akár ki is akadunk. Ezek segítik úgy gondolom a mederben maradást. A veszélye annak, hogy ha nincs meg ez a kontroll, ami mederben tart, ugye azt nevezzük árvíznek a folyó világában, amikor a folyó kilép a medrőből, ami ugyan sodrás, nem is kicsi sodrás, ellenben nem éltető, hanem pusztító. Abban sérülnek, meghalnak emberek, sérülnek a házastársak. Ha ezt a képet használom, akkor az árvíz a házasságban, vagy a mederből való kilépés az, amikor a házasság kereteit valaki felrúgja, amikor a szövetség megsérül. Amikor olyan kontrollvesztésen durvaság, akár erőszakosság is vegyül a házas életbe, amiben rengeteg az energia, abban nincs hiba, tehát a sodrás az megvan, csak nem érdekű, hanem pusztító. Szentírás is használ egyébként ilyen képet, nem az árvízé, de a víznek a képét, hogy a magad kútjából így áll vizet, ezt házas pároknak mondja a Szentírás, vagyis abból a forrásból, ami a te ifjúkorodban elvett feleséged. Mert hogy meg lehet mámorosodni más forrásból is, abból is lehet kóstolgatni, lehetne inni, de ezt ne tedd. Miért mámorosodnál meg fiú más asszonyától? Mondja a Szentírás, hogy figyelmeztessen arra, hogy nem érdemes kilépni ebből a mederből. És végül ezzel zárnám, és egyben foglalnám össze, éltető sodrásban, tehát az energia befektetés, a céltudatosság, illetve a mederben való megmaradás nagyon szépen együtt van ebben az igében, amit az énekek éneke harmadik fejezetében találunk. Jól tudjuk, hogy ez a könyv tényleg az emberi szerelemről szól elsősorban, arról a szerelemről, arról a férfi-nő kapcsolatról, amelynek van helye az Isten tervében és elgondolásában. Ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szeretek, kerestem, de nem találtam. És itt jön az energiabefektetés. Fölkelek azért, és bejárom a várost, az utcákat és a tereket. Megkeresem, akit lelkemből szeretek. Kerestem, de nem találtam. Mert hogy van neki egy célkitűzése, de még azt nem érte el, ezért folytatja a keresést. Rám találtak az őrök, akik a várost járják. Nem láttátok, kérdeztem, akit lelkemből szeretek. Alig mentem tovább tőlük, már is megtaláltam, akit lelkemből szeretek. És itt van az a cél, ami előtte lehet. És a meder, ami miatt végül is ez a sodrás megvalósul, megragadtam,
nem is engedem el, még be nem vezetem anyám házába, szülőnek szobájába. Ennek az igének a vége szerepel, ugye? A meghívónkon. Amit az eleje? Igen, ez, hogy megtaláltam, hogy lelkemből szeretek, megragadtam. Nem is engedem el. Köszönöm szépen a figyelmet, ezeket a gondolatokat terveztem elmondani az életetű sodrással kapcsolatban, és hogy ez a mi életünkben hogyan valósul meg, arról Edith fog majd néhány gondolatot elmondani, meg aztán én is. Igen. Nem vagyok egy bizonyságtevős fajta, ez az első. Azt hiszem, hogy nem véletlenül. Amint az elhangzott, nem kedvelem a változásokat. Rosszul állok hozzájuk, kifejezetten félek az élet csodrásától. Az a típusú ember vagyok, aki visszasírja az esküvőjét. Sajnálja, hogy elmúlt, aki megsiratja azt, amikor átveszük a babágyat 2 méterről, hogy itt a szomszédos kozárba, aki már most síratja a felegyházást, mert mindenki lassan vége, aki szomorú, amikor 30 éves lesz, mert neki úgy érződ, akkor együtt lezárul a fiatalságot, de nem, ez nem pusztán hiúsági kérdés volt nálam, hanem hogy onnantól jönnek az igazi nehézségek, én úgy éreztem, és egyébként be is igazolódott. Szóval nem véletlen, hogy ez a téma talált meg engem, azt gondolom, mert ilyenkor átgondolja az ember az életét, és azt kell, hogy mondjam, hogy minden nehézséggel együtt Isten a tenyerén hordoz bennünket, ez kellett észrevegyem most is. Lehetnénk, mert például tudhatnénk ezekről a jója népszerű dolgokkal is, de ezek vagy annyira egyértelműek, mint mondjuk az esküvő, vagy amikor először mentünk kézben fogva a kollégiumtól, az Andaház leányinternátusig, vagy amikor... Igen, észrevegyem volt, hogy nem tudom, mi történt miközben. Lehetne ilyet is, de ezek vagy annyira egyértelműek, hogy nagyon nem lehet volok mit mondani, vagy annyira bonyolultak, annyira sok minden állt együtt, egy utazás, vagy éppen egy olyan hangulat, amit nehéz is lenne elmondani. Inkább olyasmiről szeretnék mesélni, beszélni, ami az én fajtámnak az segítséget. Értem ezzel azt, hogy az élet sodrásából hogyan lehet éltető sodrás, hogy hogyan lehet a nehézségből, ha nem is akkor közben, de utólag visszatekintve azt gondolni, hogy éltető sodrássá vált, mert úgy tudtunk egymás mellett menni, vagy úgy tudtunk megragadni egymást, hogy azzá vált, és többekként jöttünk ki belőle. Ez az első egy igen ifjúkori példa, rólunk tudni kell azt, hogy gimis szerelem a miénk. 10 éve vagyunk házasok, de tulajdonképpen lassan 20 éve vagyunk kapcsolatban. Gimis másodikos korunktól jöttünk össze, ugye ezt akkoriban így mondtuk, nem tudom, most így mondják-e. Az első ilyen élményünk, hogy Svájcban töltött Áron 1 évet, de nem ez volt a nehéz, hanem visszajött, és ő 1 év alatt rengeteget változott, és én is változtam, de ezt nem együtt tettük meg. Ez egy nagyon érdekes megtapasztalás volt, hogy sokkal nehezebb volt a visszajött időszak, mint az, amikor távol volt. Sokkal nehezebb volt megmaradni egymás mellett. Amiért ezt említem, mert most felnőtt fejjel visszatekintve, ilyen problémákért házasságok mennek tönkre. És hogy már visszagondolva nem is értem, hogy tudtunk mi megmaradni akkor egymás mellett, mert nagyon mások lettünk. Ő igazából megélett odakint, tényleg élet. Nem, most akkor mi gondoltam, hogy férfiként életetként jött vissza. Én még cipri voltam valóban, és ez egy nehéz dolog volt nekünk, és valamiért megmaradtunk egymás mellett, amiért nagyon hálásak lehetünk, mert nem rajtunk múltat kell, hogy mondjam. Valami összefogott minket, és tényleg ezt gondolom, hogy házasságok szétmennek ezért, a mi kis kapcsolatunk mégis megmaradt. Utána, amiről szeretnénk beszélni, amiért nagyon hálás vagyok Áronnak, az már egy házasságunkban történt eset volt. Sokan emlékeznek rá.
Az első gyermekünk Mátének volt egy nagy balesete, egy éves kora környékén, megégette a vasaló a kezét. Nem kicsit égette meg, hanem nagyon, tehát egy tulajdonképpen ott elhalt a bőre, és műteni kellett, és egyik napról a másikra nagyon megváltozott az életünk. Nem is értettük, hogy néhány másodperc alatt, hogy változhatott ennyi minden. Áron nem volt otthon, én voltam otthon, de soha nem tett egyet felelősség. Pedig nyilván az én felelősségem volt, mindig is közös teherként viselte. Pedig nem volt otthon. Azt mondta, hogy fáradt voltam, és hogy erről ő is tehetett, hogy nem tudtam el készíteni. És ezért nagyon hálás vagyok, mert nekem így is nagyon nehéz volt. Ez egy olyan dolog volt, amivel utólag tényleg sokkal erősebbként jöttünk is, és tényleg támaszkodhattam rá, és nagyon hálás vagyok érte. Amiről szeretnénk beszélni, ezt is mostanában látom, és tapasztalom, hogy mekkora áldás ez, hogy Áron nem elvette engem a családomtól, hanem elfogadta az én családomat. És nem csak azokat a jó dolgokat, amiket ők hoztak, hogy mondjuk nem volt soha probléma, hogy hol lakjunk, vagy hol éljünk, vagy a sok tárgy ajándékot fogadta el szívesen, hanem tényleg a szüleimet úgy, ahogy voltak. És voltak gondok édesanyámnál is, és soha nem okozott ezt problémát, hogy jó gyerek lehessek, és törődhessek velük annyit, amennyit én szeretnék. Soha nem fogott vissza, mindig akkor mehettem el. Olyan is volt, hogy összepakoltam Mátét, és elmentünk, és úgy hagytuk, mert olyan probléma volt otthon édesanyámmal, hogy menni kellett. És ez soha nem volt gond, és ez mai napig nem gond. És ezzel kapcsolatban még annyit szeretném mondani, hogy ettől, hogy ő ilyen, ettől még az édesapám halálos ágya mellett is azt éreztem, hogy áldottak vagyunk. Mert ő kimászkozott, és azt éreztem, hogy nem vagyok magamra hagyatva, hanem olyan ember áll mellettem, akit el tudok támaszkodni, és aki az élet sodrásában mellettem fog állni, és hogy éltetni valamit, hogy mellettem van. Az utolsó, amiről beszélni szeretnék, ez egy nagyon friss dolog. Másfél hónapja dolgozom. Nagyon aggódtam, három gyereket elmentem vissza. Mint mondtam, nem tűröm volna a változásokat. Ez a változás az olyan volt, mintha napban jöttek volna ki. Tényleg így az otthon lévő dolgok után. Ez egy nagyon meredek, nehéz helyzet. És aggódtam. Ugyanis az otthon töltött időszak alatt igencsak klasszikusra alakultak a munkamegosztási dolgok. Ez az eredeti példa, tehát ami otthon van, az én vagyok, ami azon kívül esik az Áron. És hát az én világomban minden otthon történt, tehát ami azon kívül volt, ezt én nem nagyon tudtam jól korrelálni. És visszakerültem a munkaforgatagába, és kedden kezdtem dolgozni, és szerdán a konyha közön ülve sírtam, hogy ez már nem fog menni. Egy szörnyű ötlet volt, ennél rosszabb, nem is történhetett volna, és egyáltalán hogy gondoltuk mi ezt, hogy ez menni fog. De azt kell mondanom, eltelt másfél hónap, hogy a fogaskerekek szépen mozognak egymás mellett. Szépen működik a gépezetünk, mert mindenki megtalálta a helyét ebben a rendszerben. Én toleránsabb vagyok azzal, hogy fontosak neki a diákjai, ugyanis én sem tudom ott hagyni azt a szülőt, aki a gyerekéről beszél, akkor sem mennem ki, mert engem is érdekel ez az idegen gyerek. És ettől kezdve jobban tűröm azt is, hogy ő is idegenekkel foglalkozik. Nyilván ez is a kulcs a dolog, mert ha de a másik az, hogy otthon nagyon szépen beállt az, hogy ki mit csinál, azt, ami éppen a kezedjébe esik. És ez nagy dolog, nagyon sokat segít nekem ebben az új helyzetben, amit én mindig nehezen viselek, de azt gondolom, hogy így menni fog. Úgy volt, hogy még én is sem mondok el egy-két dolgot, de szerintem nagyon elment az idő. Nem volt.
Ez, amit utóbb elhangzott, hogy tehát, ami az élet sodrása, ez tényleg itt az utóbbi néhány hónap, vagy, tehát mióta vissza... Tehát ez valami hihetetlen, mennyire takra ki van számítva minden, amit nem akarunk, hogy ide muszáj lenni a gyerekre négyre, a másikra fél ötre, a harmadikra ötre, begyűjteni őket, közben is összetelefonál. Tehát ez nagyon is az élet sodrása, de és ebben érezhetni, hogy az ember magát, hogy ebbe felördődünk, ebbe kipukkanunk. Van ilyen is természetesen, de mégis felfedeztük azt, hogy mi ebbe a jó. Ugye az lett ebbe a jó, hogy felértékelődtek az otthon töltött idők, amikor család vagyunk, vagy amikor házaspár vagyunk. Jobban elkülönül most valahogy az, ami a munka, ami az élet sodrása, meg az, amit mi tehetünk a saját családunkért, házasságunkért. Lehet, hogy ezt más is tapasztalta hasonlóképpen, nekünk ez egy új felfedezés volt. Tehát, hogy azt hittük, hogy ettől nehezebb lesz nekünk családnak lennünk, vagy házastársnak lennünk, mert sokkal feszültebbek leszünk, de nem így lett. Én nem tudom ezt megmagyarázni különösebben, hála az Istennek, hogy ez így van, valószínűleg ő segít abban, hogy ez így legyen, de egészen az ellenkezőjét tapasztaljuk, mint amit gondoltunk volna eredetileg, hogy az új, nagyon kemény, kiszámított élet hozhat, nem az lett, amire gondoltunk. Csak annyit akartam mondani, hogy egy este, amikor én elkezdtem mondani, hogy mi abban a jó, hogy én idegen gyerekekre vigyázom, miközben az én gyerekemben is idegenek vigyáznak, és soroltam megint, hogy mik a hátrányai, hogy ebben semmi jó nincs ebben az egészben, akkor elmondtam, hogy de ezért valami jó csak van, és tényleg ezt én mondtam, hogy a házasságunk az jó, tényleg. Igen, van. Meg rájöttem, hogy a főzésben is tudok flowolni. Mert abban addig annyit nem jeleskedtem, most többször kell akár, és akkor én a kísérletezek így volt, hogy hibát csináltam, libacombat a gyereket nem mondtam, már miért nem. Meg egy dolgot még, ami a saját életünkben fontos volt, és úgy gondolom, hogy akár sokan gondolhatnak erre, például a felnövekvő generáció kapcsán, hogy a mi házasságunknak a medre, a forrás, a születési helye, az ugye egy református középiskola volt, aminek akkor nem tulajdonítottunk túl nagy jelentőséget, de utólag azt mondjuk, hogy az a közeg, ez ugye már egy szűrt közeg, tehát én már csak olyan nyúlra vadásztam, református, tisztességes jelenzó. Szóval biztos, hogy ez megkönnyítette a választást. Onnan már csak annyi dolgom volt, hogy azt választom, hogy a legszebben volt befondva a haján. Akkor jött a kántus, meg sok egyéb, ami lehetőséget teremtett, hogy egymásra találunk, összecsiszolódjunk. És igen, én ezt úgy érzem, hogy ott kezdett kiformálódni egy medel, amiben már nekünk célokat is könnyű volt megfogalmazni, hogy mi egy keresztény házaspár akarunk majd lenni. Szépen elég hamar megfogalmaztuk, tehát még ez is gimiben történt, és akkor onnantól már hagysodolnom inkább. Jó, nem szaporítom a szót, szaporítsa más. Köszönöm szépen. Ákos Jóken szület. Nem, ezt kikapcsolom. Szeretettel köszöntünk mi is benneteket, és mi a saját kis hajónkról, a saját kis hajózásainkról szeretnénk egy pár percben nektek beszélni. És hogy átkössem a csütörtöki élményeimet a mostani élményekhez, kezdem ezt rögtön egy 160 karakteres kis verssel, amit Ákos 2000. május 13-án 17 óra 47 perckor küldött nekem. Enci Nyuszi, kedvesem, hiányzol is. Azt hiszem, nélküled a földi lét, nem is élet,
üresség. Nekem a sodrásról a víz, a vízről pedig egy csónak jutott eszembe, az életem, aztán az életünk csónakja. Mert kezdetben a saját kezembe vettem az életem irányítását. És nagyon élveztem ezt a sodrást, én oda mentem, ahol sodort az élet. Jó volt nekem, de ez a vagy víz élvezés úgy ért véget, hogy ettől csak egy megcsattanás lett, és sötétség. És aztán, ahogy ott eszméltem a parton, mert kivetett a víz, gondolkoztam, hogy a csónak összetört, úgy látszik, én még élek, parton vagyok, és aztán kinyitottam a szemem, és a veget láttam. És akkor eszembe jutott, hogy mit is tanultam én az égről, meg hogy ki lakik ott állítólag, és akkor kezdtem úgy gondolkozni, hogy uram, nekem ez nem megy. De állítólag te teremtettél engem, célval teremtettél, akkor itt vagyok kiterülve, kezdjél ezzel az élettel, amit akarsz. Ez egy kicsit provokatívnak hangzott, de akkor kétségbe esettem hangzott ez igazából. És aztán visszanéztem a víz fel, és ott volt egy csónak. Egy csónak vagy a csónak, én nem tudom, de ez mindenképpen ez egy válasznak értékeltem, hogy akkor mégis vissza van értelme? Imádkozás van értelme? Beleültem ebbe a csónakba, és evezni kezdtem óvatosan. Valahogy megint olyan vizekre kerültem, amik nagyon sodortak, de most már béke volt bennem, mert tudtam, hogy itt már nem. Tehát ezt a csónakot én kaptam, tehát ez a csónak akkor jó helyre fog vinni. És ahogy sodort a víz, azt is éreztem, hogy ezt már nem én is irányítom, de mintha mégis lenne valaki más is, aki irányítja ezt a csónakot. És ez nyugalmat adott. Sodort a víz, és tényleg besodort sok más csónak közé. És a sok más csónak közül egyet hozott elém, és abban nem ikőült. De ezt még egyszer hangsúlyozom, hogy az a csónak oda sodródott. Nekem nem kellett semmit tennem. Engem bevitt ebbe a sok kis csónak közé, ez a csónak idejött elém, és nekem nem kellett más tenni, csak kinyújtanom a kezem, megfognom az ő kezét, és utána együtt hajóztunk tovább egymás mellett. Hát igen, mert abban az 1998-as Büxenkereszt táborban az a bizonyos csónak tényleg felén tartott, és a legnagyobb meglepetésemre sok lány közül rám nézett. Sok lány közül éppen mellém szegődött a kiránduláson. Teljesen véletlenszerűen, állítólag teljesen véletlenül verte mellém az ősátrát. Akkor ott a focipálya szélén. Tehát számomra elég egyértelműnek tűnt, hogy lehet ebből valami. Amikor megfogtam a kezét, akkor hirtelen, mint a minden, sokkal gyorsabbá vált volna, és elmosódott, egyedül csak ennyit őt láttam. Hát igen, Miskolcon be is jelentette, hogy szeret, és gondoltuk akkor ezt otthon majd folytassuk bizonyos keretek között, és 5 évig, majdnem minden nap megvalósult, hogy eljött hozzánk haza, szüleink fogadták, beengedték a házba, aztán, amikor már virággal állított be, akkor ugye én is egyre jobban örültem minden egyes telefonhívásnak, és mindig tudtam, hogy hol van, hova fog menni, kivel beszélt, mit fog csinálni, hogy van, és minden érdeklődést, annyira úgy éreztem, hogy az én személyemnek szól, hogy megszentelt időnek vettem azt az este 8 órási telefont, és amikor vártam, hogy csörögni fog, és bedobta a 20 forintosát, egészen addig beszéltünk, amíg még 5-ször be nem dobta azt a 20 forintost. És ezt a szüleim jó tanácsát megfogadva, egészen addig élveztük ezt a sodródást, amíg ugye
el nem jött a diplomaosztóm ideje, mert hát onnantól kezdve valahogy más lehetőségek nyíltak ennek a kapcsolatnak. Érdekes volt így egymás mellett utazni, két csónakban, de mégis kézenfogva. Néha kapaszkodni kellett azért egymásba, mert valami voltak olyan áramatok, amik el akartak minket szakítani, de akkor elég volt az, hogy fogtuk egymás kezét. Aztán, hogy teltek ezek a, ez az öt év, ahogy telt, ez a sorrás azért csendesedett. Megismertük egymást, már nem volt olyan sok mondani valónk egymásnak. És nekem már egy kicsit túl csendesen kezdett válni, de éppen ekkor utána mégis követett a diplomaosztó, és aztán a házasságunk, és elkezdtünk tervezni a lesküvőt, a meghívókat, a közös otthon kiválasztottuk, azt fel kellett újítani, tehát nagyon sok teendő kezdett keletkezni, aztán eljött a házasságkötésünk. Igen, és ez egy újabb sorom volt, hogy ekkor a két kis egyszemélyes ladikból valahogy átalakult ez egy egyszemélyes, nem, egy darab kétszemélyes ladikká. És akkor ez megint egy izgalom volt, mert ezt a ladikot, amivel már ketten ültünk, ez máshogy kellett irányítani, ez fel kellett fedezni, hogy hogy kell ezt csinálni. Ez jó volt. De aztán ezt is megtanultuk egy-két év alatt, és megint csendesedni kezdett ez a sodrás, de megint nem lett túl csendes, mert akkor egyszer csak bepottyant a csónakba egy újabb kis utas. Kicsit, ez nem csak gyors sodrás volt, hanem kicsit rázós is. És amikor már egy kicsit azt mondtam volna, hogy hú, oké, megcsináltuk, akkor még egy utána jött néhány év, és akkor tényleg úgy éreztük, hogy fellélegzünk, aztán odapont jött egy harmadik kis utas, és akkor rájöttünk, hogy egy gyerek magában néha nehezebb helyzetet teremt, mint két kicsi együtt korábban. De most... igen. Hát ez a csónakbeli utazás, ez mondhatni csodálatos, főleg, hogyha az embernek vannak olyan szülei, akik segítenek ezeket a kis potyautasokat terelgetni, és kívülről ez a csónak sokszor úgy tűnik, hogy királyi és fejedelmi, de valóban belülről is azért, de néha egy kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen gályarapsághoz hasonlítana egy-egy este. Egy bajas kenyér nem elég, héja nem jó, ez úgy. Ákos, mit mondtál, mit kérsz? És hát ebben a mederben azért folydogálni néha elég nagy kihívás, de nincsen veszve semmi, hiszen egyszer, egy éve majdnem, egy példát mondok csak, hogy milyen éltető sodrásba kerültünk. A gyülekezetünkben a bibliai házasság gondozó szolgálatnak nagyon erős oszlopos tagjai vannak, és ők invitáltak bennünket egy ilyen házasság megújító hétvégére. Gondoltuk, akkor ideje elmenni egy ilyen hétvégére, és ott az egyik ilyen alkalom, amiről beszélgettünk, pontosan arról szólt, hogy kikinek a szolgája és a rabszolgája. És akkor egy igén keresztül próbáltak bennünket erősíteni, többek között Kovács Kalcsirék, ami a Márk 10. részének a 40.-45. versében van megírva. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgálja legyen. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét átságú sokakért. És így kaptunk megerősítés, hogy mégis honnan legyen az az erő ahhoz a szolgálathoz, amit akár a csónakban, a házasságunk csónakában, a családunk csónakában, vagy akár a munkahelyi csónakokban, ugye ami erő szükséges, az honnan legyen meg, és ez nem lehet mástól, vagy máshonnan, mint hogy fakadjon abból a hálából, ami az Isten önzetlen szeretete miatt kell, hogy bennünk legyen, hiszen Jézus sem uralkodni jött, hanem szolgálni közénk,
és hogy Jézus nem rabszolgatartó, nem azt akarja, hogy mi a rabszolgái legyünk, hanem ő felszabadított minket arra a szeretetre, hogy másoknak tudjunk szolgálni. Hogy otthon minden egyes, akár könnyebb, akár nehezebb helyzetben is ez a szolgálat, ez a szeretetből tudjon fakadni. Tehát így hajóztunk ötösben, de kezdett nagyon hiányozni, hogy kettesbe is legyünk néha. Ekkor megpillantottunk egy szigetet. És a szigeten valaki hevesen integetett, hogy gyertek, 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 kössetek ki. És mi kikötöttünk ezen a szigeten, és nagyon jó volt ott kettesben sétálni, miközben tudtuk, hogy a gyerekekre is a hajónál valaki vigyázz. Ez az adott integetés, ez a mátrai hétvége volt, éppen amire most gondolunk, de természetesen sok kis sziget adódik, amikor a családunk segít nekünk, vagy barátaink szeretetét élvezzük, de egy példát szeretnénk mondani, hogy milyen lökést tud az ember kapni, hogyha hajlandó másokkal együtt utazni, hogyha körültekint, körülnéz, és meglátja, hogy másoknak a csónakja is ugyanabban az irányba haladnak. Ezen a hétvégén ugyanis először tudatosult bennünk, hogy, hogy a konfliktus kezelésnek, a megbocsátásnak is van öt nyelve. Bizonyára mindenki hallott már arról, hogy a szeretett nyelvek közül is ugye öt van, mindenkinek van legalább egy, ami a legfontosabb, és hogyha meg akarjuk tartani a másikat, akkor érdemes bizony azt az egyet kitalálni, hogy mi lehet a másiknak, és úgy igyekezni. Na most a megbocsátásról is van szó, már pedig egy csónakban ugyebár, hát kiüthet a tűz, hogyha mondjuk a családi tűzhely helyett esetleg egy kicsit tűzfészek alakulnak ki véletlenül, és hát ezért tenni kell, hogy ne az legyen. Úgyhogy itt a megbocsátásnak az öt nyelvét szeretnénk most úgymond továbbadni nektek is, hogy esetleg otthon ti is tudjátok alkalmazni, megtalálva azt, hogy társaitoknak melyik az, ami a leginkább helyén való, vagy amire vágyna. Az öt nyelv a következő. Lehet, hogy a bocsánatkérés során az a legfontosabb a társadnak, hogy a fájdalmat kifejez. Tehát itt például el kell mondani a másiknak, hogy bocsánat, Ákos, tudom, hogy neked ez nagyon fáj. Ha neki ez lenne, akkor valahogy így hangozna. A másik ilyen lehetőségem, ami elgondolkodható, hogy nem Ákosnak ez a szeretet nyelve, hogy legyen benne felelősségvállalás. Például az egy szó, hogy bocsánat, tudom, hibáztam. Hogy vállaljam a felelősséget, ez az én hibám, hibáztam, ne arra dupatás meg. Aztán az is lehet, hogy az a lényeg neki, hogy kárpótlás kapjon. Eltörtem a kedvenc számítógépét. Hát tessék, vettem egy újatnak. Hogy ehelyett azt mondjam inkább, hogy ne haragudj, hogy eltörtem a számítógépet, de szeretném jóvá tenni. Tehát, hogy ne az legyen a lényeg, hogy na, hozzá veszek neki egy másik, hanem tényleg, hogy érezd, hogy én ezt szeretném jóvá tenni. De lehet, hogy ez őszinte megbánásomra a vágyik, és azt kellene mondanom, hogy már úgy nem csinálok még egyszer ilyet, nem akarok ilyen műlőget. És akkor egyre melegedik a helyzet, mert egyre inkább úgy érzem, hogy lehet, hogy tényleg arra vágyik, amit te sorolok. De az ötödik lehetőség még mindig itt van, amikor igazából nem kell mondanom semmit, hanem meg kell adni neki a lehetőséget, hogy ő mondja ki, hogy... Na és akkor miután megtudtuk ezt az öt lehetőséget, erősen elgondolkoztunk, hogy vajon jól csináltuk-e az eddigi probléma megoldásainkat és bocsánat kérésünket, és hát ők felraktak nekünk a kérdést, hogy szerinted mi a másik szeretet nyelve. Persze a magunkét is, meg hogy ő szerinted ki miért, de csak egy elég vicces helyzetet szeretnénk akkor most felvázolni. Ugyanis Ákos erre a kérdésre a következőt válaszolta. Hát, hogy mi a szeretet, nem a megbocsájtás nyelven? Igazából nem tudom, mert tőlem ennek ő sose szokott bocsánat. Köszönöm.
És én arra azt mondtam, hogy nincs miért. De aztán a poénkodás után próbáltuk komolyra fordítani a szót. Én arra jöttem rá, hogy nem is kell bocsánatot kérni. Én azért is megbocsájtok, és a memóriám nagyon megsegít ebben, de akár megbocsájtok, akár nem, mert nem emlékszek rá. Valószínűleg ez a szerencsém. Viszont jó, hogyha Ákos jól megjegyezte akkor, amit én mondtam, mert én azt mondtam, hogy nem mindegy, hogy ki követi el azt a hibát, amit meg kell bocsátanom. Ha te követed el, akkor mind az ötöt légy szíves. Na szóval már ebből a rövid példából is remélem, hogy egy kicsit haza tudtok vinni valamit, de látszik azért, hogy azért a hajózásért, azért a meleg családi fészekért azért dolgoznunk kell. Dolgozni és folyamatosan megújulni benne. Nem tudjuk, hogy milyen folyószakaszán lelőttünk. De nyugodtak vagyunk, mert a hajó kormányzással tudjuk, hogy bár a mi kezünk van a kormányon, de valahogy a mi kezünk is, mintha valaki irányítaná. És ezt a hajót a használati útmutató szerint vezetjük, amit a Biblia is rá megtanultunk. Ez az élet használati útmutatója a Biblia. És közben tudjuk, hogy lesznek ilyen szigetek, ahol ha... De inkább még előtte, mielőtt nagyon szükségen, mert ki tudunk kötni és egy kicsit egymással időt tölteni. És ráadásul azt is észrevettük, hogy ezen a folyón nem is csak a mi hajón húszik, hanem nagyon sok velünk együtt hajózó pár is itt van, és őket is tudjuk segíteni, és ha baj van, akkor ők is egész biztos nyújtanak egy kezet, és átszálltunk egy biztos és útjukban, amit rendben jön a helyzetünk. És ezért köszönjük meg nektek, köszönjük a szüleinknek, már szüleinknek a jó példát, a gyülekezetben lévő, már korábban csónakba kerülő házastársaknak és családéknak a jó példát. Köszönjük az utánunk jövő frissítő erejét, és azt reméljük, hogy ez addig is így volt, és ezután is így lesz, hogy egy csónakban nevezünk mi, de veletek, mert flottában az erő. Köszönjük szépen Ákosnak meg Arcinak a szemléletes együtt csónakázást. Nekem is eszembe jutott, amikor én készültem, hogy a folyónak az analógiája, meg annak a különböző szakaszai, azok hogyan hozhatók összefüggésbe a házasság, család élete. Nekem akkor a vízesésre jutott eszembe, hogy na az, amikor jön a gyerek. Jó, folytassuk a bizonságtételek sorát. Hogy Imréné Jolikát szeretném megkérni, ő már régebb óta evez, és csónakázik, és csordogál, és sodródik az életben. Szeretettel kérjük a bizonságtételét. Köszönöm szépen. Egy kicsit furán érzem magam, hogy itt állok egyedül, mert sajnos a férjem nem tudott eljönni, és az én bizonságtételem csak mini bizonságtétel lesz, mert a tiszteletes úr felhívására küldtük mi be a gyülekezetünkbe, és egy kicsit váratlanul ért bennünket, hogy ilyen felkérést kaptunk, tehát az enyém csak egy mini lesz, de gondolom, hogy már, már eléggé elfáradtatok, és nem is baj, hogyha a végén én csak egy ilyen rövidet fogok felolvasni, és nem egy kicsit más jellegű lesz, mert mi arra készültünk, amit tiszteletesül meghirdetett, hogy egy momentumot az életünkből, ami előbbre vitt, vagy ami nekünk a javunkra szolgál, én egy ilyet szeretnék nektek most közöttem, és azt tudtok találni. A gyülekezet könyvtárából vettünk ki egy könyvet, a Joyce Meyer Szóerő című könyvét, amit mind a ketten nagy szorgalommal olvastunk, és meg is beszélgettünk utána. Ebből hangosabban? Pedig elég jól tudok hangosan beszélni. Ebből nagyon megfogott bennünket, hogy a kimondott szónak milyen nagy ereje van. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi. Ezt az igét nagyon jól ismerjük a példabeszédek könyvéből.
és valóban ez így is van. A szavak erőt és hatalmat hordoznak, és így közvetlenül hatással vannak az érzelmeinkre. Ez indította szívünket arra, hogy szelídítsük meg a nyelvünket. Házasságunkban az élet sodrásában bizony előfordult, hogy nem jól kommunikáltunk, nem jól szóltunk, rosszul sebeket ejtettünk, megbántottuk egymást. Az életünkből egy példát szeretnék erre elmesélni. Ez egy kicsit fura példa lesz. Az én férjem nagyon gyakran nagy csokor virágokat hozott nekem, és nem csak alkalmakra, hanem egyébként más alkalommal is. Ennek én nagyon örültem, kezdetben. Később mondtam neki, hogy hidd el, hogy én egy szál virágnak is nagyon örülök. Mert persze gondoltam, hogy ezt a pénzt sokkal hasznosabb dologra is el lehetne költeni. Amikor újra és újra hoztam nagy csukott bokrétát, dühös lettem, és ezt ki is mutattam, sőt, szóban kifejezésre is juttattam a nem tetszésemet. El tudjátok képzelni, hogy hogy esett ez neki. Hogy amikor ő szeretettel és örömmel hozta nekem a virágot, és helyette ezt kapta tőlem. Nekem is lelkiismeret furdalást okozott. Megbeszéltük a dolgainkat, bocsánatot kértem tőle, és azóta akármilyen virágot kapok, igazán szívből tudok neki örülni. Azóta a könyvből szerzett tapasztalatokat tudatosan alkalmazzuk a mindennapjainkban. Szavainkat alárendeljük Isten hatalmának és akaratának. Ez boldogsággal és békességgel tölti be szívünket, és még közelebb is egymáshoz és Istenhez. Ez volt a mi rövid bizonyságtételünk, úgyhogy gondolom másokra is előfordult, nagyon sok mindent tudnánk beszélni, de mi most nem így készültünk, úgyhogy... Köszönjük szépen! Ha jól emlékszem a program menetére, énekelni fogunk. Karcsi bácsi, egy gitárt, ha magadhoz kapsz. A Tégy egy úrunk talán ezt javasolhatom, azt mindenki jól ismeri kivetítésre. Karcsi bácsi, tudja kívülről. Minőséges, a testvérekkel egységes.